Már lehet medvehagymát szedni, mivel a növény a megszokottnál előbb bújt ki a földből az enyhe idő miatt. A Tolna megyei Bátaapáti melletti erdőben is több helyen zöldellik a vér- és vesetisztító gyógynövény. Ebben a pécsi étteremben pedig rendszeresen használják is a medvehagymát különböző ételek, például burgonyapüré, saláta, pogácsa készítéséhez, mondja Teleki Zoltán, aki szerint a növény zsengén a legfinomabb. Azt tanácsolja, merjünk vele kísérletezni. Amikor mondjuk egy picit nagyobb, akkor még egy jó krémlevesbe vagy akár le lehet darálni és olajosan eltenni, szokták fagyasztani is. Ezt mindenki saját magára bízza, viszont én azt javaslom, hogy akkor egyik a medvehagymát, amikor a szezonja van, mert ugye az élettani hatása akkor a legjelentősebb. Ugye most van itt a szezonja, és ezt most kell elfőzteni frissen, mert pont a frissességében van az ereje. Óvatosan kell azonban leszedni a növény, könnyen összetéveszthető a mérgező gyöngyvirággal, mondja a Mecsekerdő ZRT erdőgazdálkodási osztályvezetője. Általában keskenyebb, hosszúkásabb alakú, tehát ha a kettőt egymás mellé tesszük, akkor a gyöngyvirágé egy szélesebb, egy erősebben kiszélesedő és valamivel rövidebb levél. Amit még jól lehet látni, szembe tűnhet, hogy a gyöngyvirág, ahogy a talajból kihajt, ilyen csőszerűen hengeresen összehajtott formában jön ki a talajból, míg a medvehagyma már, ahogy jön ki, mindjárt lapos a formája. A medvehagyma szezon csupán néhány hétig tart, így érdemes már a szezon elején gyűjteni. Fontos azonban betartani a szüretre vonatkozó szabályokat, mondja Janács Gergely, a Gemenz ZRT erdészetvezetője. Saját felhasználásra gyűjthet magánember engedély, külön engedély nélkül medvehagymát. Saját felhasználásra személyenként naponta 2 kg-ot szabad csak szedni. Az értékesítés céljából nagyobb mennyiségben szedett medvehagymához gyűjtési engedély szükséges, amit az adott terület erdőgazdálkodójától lehet beszerezni. A fokozottan védett területen azonban csak külön természetvédelmi engedéllyel lehet szüretelni. Például a Tolna megyei Sötétvölgyben csak ilyen engedély birtokában gyűjthető a növény. Ám Száka, Bátaapáti Mórágy erdejében elég az előbb említett irat beszerzése.